Ez véletlen! Ilyen a Kunfehértói Sör és Grill Fesztivál a látogatók szerint. A sör ide. Sokan ezért jönnek már évek óta a rendezvényre. Halasért vagyunk, az igazság, és olyan 7-8 éve folyamatosan. Hogy már jártunk el a fesztiválnak. Vagyunk ennek a fesztiválnak. A sör mellett természetesen a zene is vonza a fesztiválhozni vágyókat. Nagyon jó ez magunkat. Nagyon jól érezzük magunkat, ahogy a barátom is elmondhatta. Nagyon jó, mert ilyenkor összejön a társaság, és akkor így tudunk közösen bulizni, meg közösen tervezni, és élvezni a nyarat. Hatalmas bulit csapott az Anna and the Barbies. Pásztor Anna jelmezben és a színpad előtt a fesztiválozók között forrósította a hangulatot. Annak ellenére, hogy az együttes már több mint 10 éve játszik, azt mondják, sokszor a nulláról kell kezdeniük, de végül mindig győzedelmeskedik a rock'n'roll. Úgy néz ki, hogy a koncert végre, másfél órás koncert végre, a Paradocsom Fesztiválon is az van, hogy a fogatlan nénikéktől 3 évesig mindenki hajgálja a paradicsom, hogy mossa szét az arcán, és így metálvillával üvölt. Óriási port kavartak a Subscribe tagjai, a kemény riffekre mindenki megmozdult. Több mint 15 éve játszanak már együtt, a rajongó táboruk azonban igen kitartó. Volt egy olyan pár, akik azt jöttek valami bulin, súvi bulin, és utána a fiú, a lány kezét a bulin kérte meg, és utána megközel már gyerekestől jöttek a bulira. Azután meghaltak, de az unokáik már szintén. Pénteken is hatalmas tömeg gyűlt össze a Kunfehértói Sör és Grill Fesztiválon, az Anna és a Barbies, valamint a Subscribe után hajnalig tartott még a buli. Ma a Paddy and the Rats, a Szupernem és a Halott Pénz szórakoztatja a közönséget. Holnap a rendezvény zárónapján pedig a Beatrice koncertjét nézhetik meg az érdeklődők délután 3:30-kor.